Szeretettel köszönöm mindenkit! A Magyar Szabjavívó Iskola országos rendezvénysorozatának, a Magyar Kard napjának első Moson-Magyaróvári állomását tartották május 22-én a Flash központban. A rendezvény évek óta az ország egész területén nagy sikerrel működik, ehhez kapcsolódott ez alkalommal városunk is, könyv- és szabjavívás bemutatóval és festménykiállítással. Ez nem sportvívás, hanem ez a hagyományőrző katonai szabjavívás, amit régen a katonavívó mesterek oktattak a Toldi intézetben. Borsodi László őrnagy volt egyébként, aki megteremtette ezt a klasszikus magyar szabjavívást. A régi huszár hagyományokat ötvözte úgymond a sportvívással, és fantasztikus, eredményes katonavívók kerültek ki a keze alól. A festménykiállításon Kertély Zalán Katona vívók, vívó katonák című tárlatának részletét nézhették meg az érdeklődők, majd pedig Mádai Norbert Borsodi Lászlóról szóló két könyvét mutatták be. Borsodi László az az elfelejtett katona vívója, őrnagy aligazgatója a magyar vívó stílusnak, aki kizárólagosan és egyedül kifejlesztette azt a magyar vívó stílust, ami ennek a nemzetnek 18 olimpiai aranyérmet, 18 világbajnoki érmet, 104 magyar bajnoki címet, 14 Európa bajnoki címet, nem is kell ezt tovább sorolni, és olyan fájó volt az, hogy még egy negyedoldalas összefoglaló sem volt róla soha, és a Honvédelmi Minisztériummal összefogva készült egy film, én megírtam a könyvet, és most azok az emberek, akik érdeklődnek ezért, találkozhatnak egy olyan emberrel, aki a saját műfajában, a katonai vívásban és a vívásban, Kodály Zoltánnal, Bartók Bélával, Stróbb Balajossal, Makovec Imrével és Markó Ivánnal egyenértékű magyar zseni, akire érdemes büszkének lennünk, és érdemes tudnunk, hogy ki volt. Borsodi László megkapta többi között a jubileumi érmet, a koronás arany érdemkeresztet, a Magyar Atlétikai Klub díszplakettjét, az Országos Testnevelési Tanács aranyérmét. Híres tanítványai között voltak Jekefalusi Pillár György olimpiai, Európa és magyar bajnok, valamint Gerevics Aladár olimpiai, világ, Európa, magyar és főiskolai bajnok. Mádai Norbert stábunknak elmondta, Borsodi László sikerei ellenére nehéz dolga volt a kutatások során. Szakmúzeumok sem tudták, hogy azokon a fotókon, akiken én egyértelműen be tudtam azonosítani Borsodi Lászlót, nem tudták, hogy mit őriznek. Sőt, az egyik szakmúzeológus barátom azt mondta, ha ráhallgatok, nem futok neki a történetnek, mert 20 oldalt nem lehet összeszedni. Ehhez képest egy 458 oldalas teli képekkel kötet készült el, aminek én nagyon örülök, mert azt gondolom, hogy ennek a nemzetnek akkor van jövője, hogyha vigyáz a kultúrájára, hogyha van vele viszonya. Ha nincs viszonyom a kultúrámmal, akkor ez a nemzet előbb-utóbb eltűnik és felszámolódik. Mitől magyar a magyar? Többek között a kultúrájától. Ez a kötet, a miniszter úrról ez a gyönyörű film, amit az Rínyi Média csinált, ez mind arról szól, hogy megmutassuk, hogy igenis van kultúránk. A bemutatók végén aztán a Zala megyei szabjavívók mutatták be a magyar szabjavívást.